Szeretettel köszöntök mindenkit, nagy öröm újra udvarhelyre látogatni, és megszületett egy olyan történet, amely szerintem az engyakorlók számára is, és a Hargita megyeiek számára is nagyon érdekes lesz. Egyszer Józsu Jú zenmester két tanítványt fogadott. Belép a szobájába, ahol a szolgáló teáskészlettel, egyéb kellékekkel készen várta, és Gyógyú zenmester megkérdezi a tanítványt, honnan jöttél? Hát Szeredáról, mondja a tanítvány. Szeredáról? Igen. Menj, így áll egy csésze teát. Jön a második tanítvány, tiszteletét teszi Gyógyú zenmester előtt. Az zenmester őt is megkérdezi. Te honnan jöttél? Hát udvarhelyről. Udvarhelyről? Igen, udvarhelyről. Menj, így áll egy csésze teát. A szolgáló, szintén Hargita megyei, megkérdezte, Mester, az egyik udvarhelyről jött, a másik Szeredából. Mindegyiknek azt mondtad, hogy menjen, így jön egy csésze teát. Miért? Szolgáló, igen, Mester, menj, így áll egy csészeteát. A zen történetekben, ellentmondásokban, anekdótákban, a maga egyszerű és természetes, de mély tanításával, humorérzékevel kifejezheti azt, amit szútrák kötetei könyvtárai nem tudnak. Mindenki tudja, hogy ha egyszer étterembe megyünk, akkor az étlapon kikeressük, hogy mit szeretnénk, megrendeljük és megesszük. Senkivel nem fordul elő, hogy véletlenül az étlapot enné meg az étel helyett. De amikor keressük az élet értelmét, keressük igazi önvalunkat, nagyon sokszor történik ez velünk, hogy összecseréljük a menüt, az étlapot, az étellel. Összecseréljük az írást, a tapasztalattal, a gondolatot, a gondolat forrásával. És ekkor hibázunk. Ekkor az élet nem teljes. Ekkor az ember kényelmetlenül érzi magát. Nem érzi, nem jött rá, hogy honnan jön és hová megy. És ekkor keresésbe fog. A zen a tapasztalatot ajánlja föl, és a tapasztalati alapú utat. Tehát láss tisztán, haj tisztán, gondolkodj, érez, cselekedj, beszélj tisztán, és ne higgyel semmit, amit nem tapasztalsz. Amit elhiszel, azzal ne azonosulj. Mint hogyha egy tükör tükrözni a valóságot, torzítatlanul, teljes mi voltában, úgy lásd, úgy éld. Ez a bensőre is igaz, és a külsőre is igaz, Elej, az elején úgy gondolhatjuk, hogy a belső és a külső más törvényeket követ. De ahogy egyre inkább elmélyülünk az útban, és egyre inkább tapasztaljuk a belső és a külső kapcsolatát, jó esetben az egyé vállásukat, rájövünk arra, hogy a törvények ugyanazok belül, mint kívül, másban és magamban. Bennünk és bennük. Csak néha eltakarja a sok-sok formai különbség, eltakarják az érzékszervi tartalmak, és nem látjuk ezt a fajta közös együttműködést. Az en útján pedig, ha beszélve, ha hallgatva, de tapasztalhatjuk mindezt. Most két zenmester történetét mondom el, mielőtt a kérdésekre kerülne a sor. Az egyik zenmester, Márton bácsi, átmegy egy másik zenmesterhez, Mózsibához és azt mondja, Te Mózsi, átjöttem, hogy beszélgessünk. Jól van, Márton. Egy fél óra után azt mondja Márton, na jól van Mózsi, beszélgettünk eleget, megyek haza. Számtalan kérdés lehetne föltenni, és ne keresd a tökéletes kérdést belül, ami van azt tett fel. Kinek van tehát kérdése a zennel, a meditációval, a komolysággal, a játékkal kapcsolatban bármi? Egy nem régi uh, előtt hallgatva a játszmákról kérdezett valaki téged, és tovább gondoltam a válaszodat. Um, igazából az a kérdésem a játszmáinkkal kapcsolatosan, hogy ott azt mondtad, hogy érdek nélkül nyerességvesztesség átgondolása nélkül ki kell szállni belőle, hogy uh, mikor válik ez önzővé. Mikor lehet uh, egy, 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 játszmából úgy kiszállni, hogy ne érezzem, hogy önző vagyok, mivel esetleg ottól a játszmától, amiben én benne vagyok, az nem egy egyéni, nem társas játszma, és en több ember létbiztonsága függ meg. Meg Hogy mikor, hol van az a határ, hogy ez, Aségveszteség. Ez vékeny a kérdés, mert nem mondtál konkrétumot. Legyen így. Amit elkezdtél, azt be kell fejezni. Tökéletesen nem tudod csinálni, senki nem tudja. De láthatod, hogy hol volt a kezdet, és akkor meglátod, hogy hol van a vég. Le kell zárni az adott fejezetet, le kell zárni a ciklust, vissza kell vezetni az eseménysort. Oda, ahol az alfa és az omega a kezdet és a vég találkozik. És ekkor úgy tudod önállóvá tenni azokat, akik részt vettek vagy részt vesznek ebben a ciklusban, ebben a karmikus eseménysorban, hogy a legfájdalommentesebben nyerhessék el a függetlenségüket, a szabadságukat, és így a felelősségüket is. De soha nem megy teljesen fájdalom nélkül. Az emberi kötődéseket nagyon-nagyon rosszul kezeljük, pedig az ember alapvetően társas lény. Úgy látszik, hogy nagyon könnyen tudunk kötni, és nagyon nehezen tudunk oldani. Nézd meg, hogy mondjuk egy párkapcsolat, egy házasság hogyan kezdődik. Általában nagy szerelemmel, hatalmas egymásra találással, és ez a hőfok, ez izzik, és ebben a kemencében kovácsolódik ki a közös életvitel. És ha ez az ötvözet kihűl, és a benne lévők elhidegülnek egymástól, és próbálkoznak esetleg évekig, hogy újra felfűtsék ezt a kemencét, de nem megy, akkor indul a vállás. És a vállás sosem kellemes, mert ugyanarra a hőmérsékletre kellene felfűteni ezt az ötvözetet, hogy szét lehessen társítani a benne résztvevőket. Ugyanolyan szeretettel, sőt, szerelemmel kéne elválni, mint ahogy ugye egyesültek korábban. De ilyen sosincs. Mert hogyha fel lehetne fűteni egy kapcsolatot a kezdeti hőfokra, akkor nem kéne szétbontani, nem kéne elválni. Tehát nincs kellemes vállás. Mindig fájdalmas. Ezért kell visszavezetni azt az életciklust, amiről beszélsz, és te tudod, hogy miről van szó, abba a pontba, ahol az elkezdődött. Lélekben és a külső formákban is. Önállóvá kell tenni azokat, akik részt vettek ebben, vagy még a mai napig részt vesznek, és tudatni kell velük azt, hogy tőled már nem függhetnek többet. És amikor ez az önállóság elérte a kellő fokot, akkor ezt a fejezetet le lehet zárni. És ekkor az ember végigjárja azokat, akik függetlenné váltak től, akiket el kellett engedni ahhoz, hogy valami újat kezdjen, és megértésüket kéri, ha kell bocsánatukat kéri. Azért, hogy önállóan élünk, azért, hogy saját utat választunk, semmiféle szégyenkezni valónk nincs. De mások bizalmával, elkötelezettségével játszani nem lehet. Itt kell a középutat megtalálni. Jó? Kérdésemnek ez volt az első fele, a másik fele, konkrétabban fogalmazok egy picikét. Tehát ö, arra gondoltam, ö, mikor létbizonytalanságról beszéltem, hogy van egy kis vállalkozásom, és attól egy pár ember, pár családnak az élete függ. Viszont ö, adott pillanatban érzem, hogy ez, ez szűk ez a kabát már. És ez, ez, ez is egy olyan ciklus, ami, ami valószínűleg hogy, ö, olyan irányba változik, ami nem, nem fog ez az állapot állandó lenni. De ha ebből én kiszállok, akkor, akkor azoknak az embereknek a, az életébe bele talpaltam. Tehát a, a megélhetésébe. Tehát hol van itt az, önz, az önző vagy az önös í, ö, hozzáállás? Tehát hol kell ezt a határt meghúzni? Mi a véleményed? Köszönöm. Mindennek megvan a maga ideje. Tehát, ha nem tudod továbbvinni a vállalkozást, akkor azok az emberek, akik tőled függnek a munka szempontjából, más munkát kell, hogy keressenek. Önző lennél akkor, hogyha megtartanád ezt a titkot magadnak, és nem együtt készülnétek fel a váltásra? Ha azok az emberek hónapokkal előtte tudják, esetleg két-három hónappal, hogy ez a változás bekövetkezik, fel tudnak rá készülni, és te korrekt voltál. A világ változik, amiben energiát teszünk, az fönnmarad, amiből kivonjuk az energiát, az meg semmisül. Ez mindenkinek a saját döntése. Úgyhogy akik ettől a döntéstől függenek, készüljenek fel esetleg egy új munkahelyre, vagy új munkára, és akkor korrekt voltál. Akkor vagy önző, hogy ha magadat akarod menteni, miközben másokat benne hagysz a bizonytalanságban. És ennek is megvannak az írott és íratlan szabályai, hogy egy ilyen helyzetet hogy lehet úgy feloldani, hogy később az embereid esetleg megköszönjék. Hogy ajánlottál nekik új munkát, hogy kapcsolatokkal láttad őket el, és a többi. Tehát lehet őket segíteni e közben, és akkor jól tetted, amit tettél. Ha már válás. Két része van a kérdésemnek ugyancsak. Hogyan tudod, miután lezártad a ciklust, újra felépíteni az életedet? Konkrétan inkább arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amire lehet meditálni, hogy megtaláld újra önmagad pontosan erre az önmagunkra lehet rákérdezni belül, ahogy a bevezetőben Barnától is hallhattad, hogy mi ez. Konkrétan mi ez, ami bennem elindítja mondjuk egy általad említett együttélés folyamatát, és le is zárja. Mi az, ami az alfa és az omega kulcsát, a kezdet és a vég döntését a lelkedben hordozza. És addig a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatig vissza kell menni nincs különleges meditáció, nincs különleges technika, mert mindennek ugyanaz a gyökere, minden ugyanebbe a pontba tér vissza. Ha ezt a pillanatot tisztán éljük, akkor azt is megéljük, hogy bennünk mi az, ami elkezd és bevégez. A zenben ezt tiszta, térszerű, tükörszerű tudatnak mondjuk, és elvezetjük az embert a tapasztalás küszöbéig helyetted, helyettetek nem tapasztalhatja senki. Nem lehet kézből megkapni, betenni a szatyorba, hazavinni, megfőzni, megenni. De a meditációval eljuthatsz a jelenségek gyökereig. Tehát például egy kapcsolatra rákérdezel, hogy mi ez, honnan jön. Érzed azt a korábbi vonzást, ami most már nem működik, és megnézed, hogy a lelkedben mi volt ez a döntéssorozat, ami odáig vezetett, és ez nem analízis, nem racionális gondolkodás, nem valamilyen elméletnek az alkalmazása, hanem tisztánlátás. Engedett, hogy a lélekben te belül tisztánlás, a tudatosságod szintje emelkedjen, és rálás a döntéseidre, először nyilván a múlt béli döntéseidre, amelyek a jelenre is és a jövőre is kihatnak, és amikor már a tudat gyorsabb, tisztább, lehántotta az illúziók rétegeit, lehántott az önképéből nagyon sokat, akkor ebben a pillanatban is tapasztalod a döntéseid következményeit, lehetséges következményeit, és az szerint döntesz. Tehát nem mindegy, hogy az eredményt egy lépésre, két lépésre, több lépésre, esetleg több életre előre látod. Ezt hívjuk a tudattere tisztaságának. Ha nagyon nagy a tudattere, és nagyon tiszta, nagyon messzire látsz előre benne. Ha nem, akkor a saját illúzióink, önvédelmi mechanizmusaink, saját magunk által emelt falunk, ez az, ami korlátoz. Tehát egyszerű és tiszta, a megfelelő kérdéssel mindenféle szimbólumréteg, magyarázkodás, elméleti és egyéb sík nélkül rálátsz a karmádra, az ok és okozatra, és ebből a kezdet és vég nélküli pontból tudsz újat kezdeni. Ehhez viszont le kell zárni testben, lélekben mindent, ami a korábbi ciklushoz tartozott. És itt három nagy csoport van, amire belül figyelni kell. Az egyik a köszönöm, feliratú csoport, Mindent, amit kaphattál és adhattál, megköszönöd. A másik felirat, a következő csoport, az a bocsánat. Tehát amilyen kárt, traumát és egyebet okoztunk egymásnak, azért elnézést kérünk, feloldozást kérünk, bocsánatot kérünk, és úgy engedjük el. És a harmadik a viszontlátásra. Ha ez az első kettő nincs meg, a harmadik sincs meg nem tudsz elköszönni, mert vagy a pozitív tartalmak, vagy a negatív tartalmak, de ott tartanak a múltban. És hiába ment az el, a lélekben még mindig ott van, és még mindig energiát kapott, és még mindig élne, de már nem élhet. És nagyon sokan zuhanunk vissza a múlt egy-egy csára, mert nem tudjuk a pozitív vagy negatív tartalmakat elengedni. És a viszontlátásra az ez. Hogy elengedjük, mert bevégeztük. Tehát ezt a hármat, ezt el kell végezni belül, és akkor tisztán tudsz kezdeni. És akkor folytatnám. Lehet-e egy négy-öt éves gyereknek meditációt tart, tanítani? Nem. Játszani kell vele. Játszani kell vele, és a játékon keresztül megtanítani, figyelni, a kombinatív gondolkodás és ráérzés különböző fokozatait megtanítani, és később, amikor az érettsége odáig jut, hogy elbírja a tárgyatlan tudatot, akkor lehet azt mondani, hogy eddig figyeltél erre, erre, meg erre, játszottad ezt, azt, amaszt, most nem játszunk semmit, de figyelsz. És akkor a tudat ki tud ürülni. De ezt 16-18 éves kor előtt, sőt, nagy része még akkor se tudja. Mert az érzékszervi valóság annyira hívogató, annyira kíváncsiak vagyunk, annyira szeretnénk tapasztalni, hogy minden áron foglalkoznunk kell valamivel, vagy valakivel. És ez az a szómi, ami behoz a létbe. Ez az a szomja, a tapasztalás vágya, ami behoz a testbe. És ezzel nincsen semmi baj. Csak fel kell ismerni, megfelelő módon kell kezelni, és látni azt az ok és okozat működést, amely egyszerre tesz minket szabaddá és felelősségteljes emberré? Hát, én egy olyan szülőként beszélek, és kérek tanácsot, akinek a gyereke ez erre az útra lépett. Na hát. <laughs> Igen. Szóval a kötések az nagyon erős kötések voltak születésüktől kezdve, és az oldások azok nehezen mennek. Édesanyaként ezt így elmondhatom, hogy én ez évek óta, most már közel 6-7 éve, hogy ezzel a problémával küzdök, hogy nem tudom az oldás, az old, nem tudok feloldódni, nem tudom elengedni. Nem tudom elfogadni ezt az életformát. Most már úgy elmondhatom, hogy eljutottam egy olyan stádiumba, hogy muszáj elfogadni, bele kell törődni, de nem, nem megy, nem mondanám, hogy ez, ez megy. Vannak hullámvölgyek az életemben, amikor, amikor mi úgy gondolom, hogy működik. Na, erre kérnék én segítséget, hogy és mondjuk más szülőknek is tanácsot adni, hogyha ilyen Bensze. cipőben cipőbe járnak, akkor hogy tudják ezt a problémát? Meg? Én ilyenkor azt javaslom, hogy alaposan meg kell ismerni, azt a hagyományt, amiben a gyerek úgy beleásta magát. És miután a hagyománynak a jelenlévő tanítóját, tanítását és egy kicsit a tanítványi közösségét megismertük, egyrészt lehet tőlük kérdezni, másrészt pedig a látottak, hallottak birtokában meg lehet nyugodni a következő kérdésekre a gyerek, aki már egyébként felnőtt, nem valami őrületet csinál, csak valamit, amit én még nem értek. De ha megértem, akkor azt is meg tudom az ő lelkén keresztül érteni, hogy ez neki miért fontos. Édes jó anyám eljutott odáig, hogy 22 éve tolerálja a szerzetesi fiának a működését, sőt, eljutott oda, hogy segítse is. Ez úgy történt, hogy euh, amikor még boldogult apám élt, és egyháztartásban voltunk, világi koromban ő megkérdezett engem nagyon sokszor, hogy fiam, mi ez a zen? Miért gyakorlod? Mit csináltok? De ő, mint jó, kemény, intellektusú, racionális, nagyon intelligens tudós ember, semmilyen transzcendens világban, értékben, tapasztalatban nem hitt. És én, mint 20 euh, éves fiatal felnőtt, Mit csinálja apám, hát vitatkoztam. Nem is keveset. És rájöttem, hogy soha nem fogom tudni meggyőzni. Egyrészt azért, mert annyira intelligens és annyira tudós, amilyen, másrészt meg a fiú soha nem tanítja vissza az apját. Nem tudja, nincs abban a helyzetben. A világ összes embere talán, de a fiú az apját nem, és a lány az anyját sem. Tehát ezért kell független forrásból megismerni, a hagyományt, viszont az anya és a lánya, az apa és a fia nagyon különleges kapcsolatban vannak, és én ráéreztem valahol egy olyan mozdulatra, amitől az apám valahol megbékélt, és ez következőképpen zajlott, kb. három év gyakorlat után hazatérek egy hétfő este, és apám ott ül, pohár borával, újság, könyv, szeretett művelődni, és megkérdezte, fiam, te mondd már meg azért, mit csináltok ti itt hétfő esténként fönt a Szabadsághegyen? És addigra már ilyen több tucat körön túl voltunk ezekkel a zen párbeszédekkel és a tudományos reakcióval, és akkor azt mondom, hogy apa, én nagyon sokat beszéltem neked erről, és te nagyon sokféle módon reagáltál, és én most nem szeretnék vitatkozni veled. Én csak arra kérlek, hogy ha azt látod, hogy az életemben hibáznék, akkor szólj. És akkor végeztem az egyetemen, állásom volt. Éltem az életét a fiatal, felnőtt, kreatív, pénzkereső embernek, és azóta apám nem szólt. És amikor visszajöttem Kóreából, akkor kiderült, hogy ez az élet folytatódik. Ez nem csak egy intermedzó volt, rövid kis eltévejedés, mely után helyes utat veszek föl ismét, ez életmóddá vált, és úgy vélem, hogy más emberek számára hasznos életmóddá vált, különben nem ülnénk itt ennyien és egyéb helyeken sem. És akkor pedig jó anyám következett, aki látta ezt, és azt is látta, hogy nem hanyagolom el, nem hagyom ott, nagyon gyakran találkozunk, beszélgetünk, ha kell segítséget kap, de ez egy olyan életforma, amit ő ugyanúgy nem fog megérteni, mint apám. De ráérezni ráérzett. És azt mondta, ha te boldog vagy, akkor én is boldog vagyok. Tehát ezeket azért ajánlom föl, mert akármennyire is szeretnénk az ideánkat megtartani, és a gyerekünket egy bizonyos úton látni, nem fogja követni. Az ideák nem maradnak meg. De itt az ősz. És az őszi fa nagyon jó tanító, mert aggodalom, sírás és ragaszkodás nélkül engedi el a lehulló fa leveleket. tavasszal jönnek a rügyek, és nőnek az új levelek. Hát engedjük azt, hogy az élet forogjon körbe, engedjük azt, hogy az általunk szeretett, és nevelt, és féltetlén járja az útját. És akkor eljuthatunk oda, hogyha ő boldog, akkor mi is boldogok vagyunk, mert félre tudtuk tenni a félelmeinket, az elvárásainkat, mert megismertük azt, valamilyen szinten, amit csinál, amit szeretne. És a családunkban nagyon sokszor elhangzott egy párbeszéd, amikor jó anyám át akarta vinni az akaratát jó apámra, és ezt gondolom nem ismeretlen a házas életet élők számára. És jóapám apám nyugodjék békében ezzel válaszolt, hogy most neked higgyek, vagy a szememnek. Ilyenkor az ember maga felé is fel kell, hogy tegye ezt a kérdést, hogy most most a szememnek higgyek, vagy pedig a véleményemnek? Most a világosan látott ok és okozat eredet és következmény működésének higgyek, vagy az aggodalmamnak, vagy a félelmemnek? Úgyhogy higgyünk abban, amit látunk. A azok, amik bennem vannak, hogy miért pont, miért, miért pont én, vagy miért pont az én gyerekem, vagy miért miért ezek, ezek. Mikor... Ez már egy téli tanítás. Ki Kapott kell állni lehet, a hóesésbe, kitartjuk a tenyerünket, és megnézzük, miért pont ez a hó pihent bele. Mi az a, az a mérce, vagy honnan fogom tudni azt majd eldönteni, vagy hogy érzek rá arra, hogy ez, ez a gyakorlás, ez, ez helyes irányba tart, vagy, vagy még nagyobb, még vastagabb? egoitás réteget építek. Kívül fel. egyszerű. Egyrészt nem minősítsd magad, ne ellenőrizd magad, ne rövidre zárt gondolkodással próbáld meg azt meglátni és azt minősíteni, amit még nagyrészt nem láttál, és jobb, ha nem minősítesz. Tartsd meg a tiszta tudatot, és nézd meg, hogy milyen a helyzetfelismerésed, felismerésed, kapcsolatteremtésed és cselekedeted. Ha ez helyes, akkor az életben elkövetett hibák Csökkennek. Ekkor boldogabbak vagyunk, mert nem szenvedünk annyira. Ugyanez a kapcsolatokra. A körülötted lévő természetesen kialakult kapcsolatok milyenek? Mennyire szenvedésteljek, mennyire boldogak? És hogyha kevesebb hibát követsz el, kevesebbet szenvedsz, kevesebbet szenvedtetsz. Itt látható hogyha rossz indulatú, hazug emberekkel találkozunk, vagy, vagy egy közösségben vagyunk. Mi a helyes uh, hozzáállás? Az első egy bizonyos nyitunk. távolságtartás. Ez biztonság neked is, és a másiknak is, hogy nem értetted félre, nem hoztál túl hamarít és ilyenkor ki kell ismerni a másik ember működését. Meglátni a hazugság mechanizmusokat, ha hazudik, akkor azt ő tényleg hazugságnak látja, vagy pedig ő azt hiszi, hogy igazat mond, de közben mégsem. Ez egy hatalmas különbség. Ki kell ismerni a másik működését a lehető legkevesebb vesztességgel, mert a hazugság veszteség. A valóság és a valóságról alkotott kép bizonyos eltérése az már hazugságnak minősül. Ha megnézzük, a tettek, a szavak, a gondolatok és az érzelmek sohasem tökéletesen fedik egymást. Tehát van egy olyasféle játéktér, ahol még korrektségről lehet beszélni. Utána vannak a fehér ártatlan hazugságok, utána a szürke átmeneti időszak, és utána vannak kőkemény megtévesztés, szélhámosság, hazugság és egyebek. Meg kell nézni, hogy az illető, aki ezt csinálja, hol van ezen a skálán és a lelke hogy működik, és hogy valójában mit akar, és hogy hol téved. A hazugság az alapvetően egy önmegtévesztésen alapszik. Összetéveszti magát valamivel, nagyon mélyen, már tudattalanul, és azt a fajta léthazugságot vetíti ki a másik emberre, csoportra, és a többi. Tehát akkor tudunk segíteni az illetőnek, hogyha mi igazak vagyunk, anélkül, hogy a másik fölött ítéletet alkotnánk. Ez nagyon nehéz. De azért gyakoroljuk a tiszta tudatot, hogy a megkülönböztető bölcsesség működjön ítéletalkotás nélkül. Ez egy keskeny út. szülőként is, pedagógusként is örök kérdés, hogy mennyi korlátot, vagy mennyi szabadságot lehet a gyereknek biztosítani, hogy a helyes úton járjon. Most légy metszően konkrét, mert nem akarok rosszat mondani. Mai, mondani. mai világban azt látom, tehát ma is nagyon sok szülő kérdezett rá arra, hogy, hogy rengeteg olyan viselkedése van egy-egy óvodás -egy gyereknek, amit a szülő nem tart helyesnek, de valahogy nem találja meg a módját, hogy ezt hogyan tudná visszafogni. Nézd, amennyi pedagógiai tapasztalatom nekem van, abból a következőt mondanám. A gyerek mindenképpen érti az okot és az okozatot. Mert eszik, iszik, alszik, játszik boldog szomorútát. Egy emberi lény, aki még nem nőtt föl ugyan, de az okot és az okozatot nagyon jól látja. Uram, bocsá, szankcionálható, jutalmazható, büntethető, és ezt is érti. De jutalmazás és büntetés önmagában még nem biztos, hogy felfedi, hogy mit, miért csinál. És nagyon fontos megláttatni a gyerekkel, a tetteinek a következményét. És ezért kell a palotából, az otthon biztonságából kézen fogva utazni olyan helyekre, ahol az ő karmáját felnagyítva, felnőttek által kontextusban lehet látni. Például vannak olyan gyerekek, akik sajnos lopnak. És a legjobb tanítás az, hogy elvinni őket egy börtönlátogatásra. És nem azt mondani, hogy te rossz vagy, vagy jó vagy, csak azt mondani, hogy ha te továbbra is lopsz, hazudsz, elhallgatsz, stb., akkor ide jutsz. És esetleg beszélni az ottaniakkal, akár fogvatartottakkal, akár börtönőrökkel. Hihetetlen nevelési értékű. A karma nem ismeretlen senkinek sem, csak a gyerek még azért gyerek, mert azt hisz, hogy eltakarhatja a szemét, és akkor az nincs is, mint a kicsi strucc, ugye? Van ok és okozat, van tett és következmény csak néha azt hisszük, hogy megtehetjük, hogy nem látjuk. Tehát ez a szándékos vakság, a felvett tudatlanság. És ebből a gyereket úgy tudod kihozni, hogy kiviszed arról a területről, ahol ő otthon érzi magát, és beteszed egy olyan környezetbe, ahol ez nagyban működik. Agresszió például. Minden harcművész tudja, hogy a harcból akkor lesz művészet, amikor az agressziót, a haragot kiveszed belőle. Sőt, egy sokkal magasabb szinten, amikor a győzni vágyást is kiveszed belőle, és csak a küzdelem van. Nagyon sok agresszív kisgyerek van. Sőt, egyre hamarabb aktiválódnak ezek a haragbombák, és ütnek, verekszenek. Tessék elküldeni harcművész edzésre. Ott vannak azok a felnőtt mesterek, akik az agresszióból harcot csinálnak, a haragból pedig a küzdés művészetét kidesztillálják. Tehát ez a világ nekünk való. Ez a világ a mi tantermünk. Tessék megkeresni a megfelelő padot, és beleültetni a gyereket. És tanulni fog, és utána meg fogja köszönni, hogy nem, nem ítéltél fölötte, nem azt mondhatod, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, hanem megmutattad neki, hogy amit csinálsz, annak ez a következménye. Akarod? És kérdeztél hogy ő választhasson, és nem te döntöttél helyette. Tehát a korlátokat mi magunk építjük, az utat mi magunk járjuk, és nem hiszünk a mások által elénk rakott korlátokban, ettől vagyunk alapvetően prométeuszi emberek. És a mások által elénk rakott akadályokat mindig át akarjuk hágni, az általunk el nem ismert rend ellen mindig fel fogunk lázadni. Kívül vagy belül, de mindig ez lesz. Ugyan valósul meg gyönyörű képességünk a rend. Úgyhogy belőrendet teszünk. És ez látni kell az ok és okozat működését. És ekkor a gyerek meg fogja köszönni, hogy tapasztalatot kaphatott, hogy, hogy láthatott általad, hogy valójában tanítottad. Azt tapasztalom, hogy ha a környezetemben az gyakorlatról kezdtek beszélni, nem konkrétan az en gyakorlatról, egyáltalán, hogy hogy jutottam én el uh, ide. A... óhatatlanul bejön a szenvedés fogalma, és arról óvatosan elkezdek beszélni. És olyan, uh, nem is tudom megfogalmazni, milyen reakciókat látok az emberek arcán. Látom, hogy kőkeményen szenved, még talán valamelyit abból is, amiért, és nem hajlandó felismerni. Ezzel, ezzel érdemes foglalkozni, érdemes óvatosan beszélni róla, vagy vagy azt hagyni ne kell? Ne beszéljél a zenről! Egyáltalán ne! Ugyanis az ember azt hisz, hogy meg akarod téríteni. Ez meg nem olyan, nincs mire téríteni. A tér már itt van. Vagy felismeri, vagy nem. Itt meg kell látni azt, hogy az illető nem akarja a saját szenvedését sem meglátni, se enyhíteni. Viszont állandóan szívja be az energiát, a részvétet, az odafordulást, panaszkodik, stb. stb. Ilyenkor két esélyed van. Egy, felteszel egy jó kérdést, egy emberit, olyan egészségeset. Például meddig akarod még ezt csinálni? Nem lenne jobb ebből az állapotból kijönni? Látod, hogy miért vagy ilyen? Tehát nehogy zent tegyél bele, mert azt hiszi, hogy hú-hú, hu -hu. És akkor szépen, ha már hallgat rád, akkor el lehet kezdeni tanítani a lélek működésére. Amit te is megláttál, azt megláttathatod a másikkal. Amit te nem láttál meg, az nem tudsz mit kezdeni. Ha az ilyen helyzetben az illető nem akar ráébredni a saját tetteire és azok következményeire, akkor még több szenvedés kell. Ez vastörvény. De ez egy felnőtt műfaj, és nem simogatunk senkit féligasságokkal, meg ilyen rózsaszínre festett ideákkal. Tehát, ha valaki szenvedni akar, az szenvedni fog. Kész. És a legnagyobb, amit tehetsz, hogy ott állsz készen az első ládával, hogy amikor már megunta azt, hogy állandóan a falba veri a fejt, és azt mondja, hogy vérzem, fáj, segíts, akkor kinyitod. Előtte nem, mert kiveri a kezedből. És azt hiszi, hogy bel akar avatkozni az életembe? Nem. Nem. Önálló ember vagy, mindig van választási lehetőséged, ezt akarod? Ha igen, csináld. De én nem veszek részt benne. Figyeled. Ott vagy egy bizonyos távolságra, hogy ne szippancson be, mint csillagporta fekete lyuk. Nem vagy hajlandó részt venni benne, se erősíteni, se gyengíteni, de látod. Ott állsz a pályaszélén. szélén. És amikor már észrevette, hogy lesérült, akkor segíthetsz. Mit jelent a zen számára a boldogság? A zen nem létezik. A zen számára boldogság ideál nincs. Te szeretnél boldog lenni, és akkor a zen tanító megkérdezi, hogy miben segíthetek? Hogyan segíthetem a boldogulásodat? Ez egy releváns kérdés, de zen, mint elvont fogalom, nincs. Vannak zen tanítók, van egy bizonyos zen tanítás, amit mindig emberek képviselnek, és vannak zen csoportok, akik együttműködnek, és együtt gyakorolnak, együtt meditálnak. De a zen nem gondolkodik boldogságról, az egy emberi elme kell. Tehát te szeretnél boldog lenni, mint fiatal ember, és ez rendben van. A zen tanítása ilyenkor az, hogy jól lásd, hogy mit miért akarsz, jól ismert föl tisztán a helyzetedet, hogy milyen helyzetben vagy, azt is, hogy milyen kapcsolataid vannak, és cselekedj, beszélj, érez, gondolkodj helyesen. Ha ezt megteszed, akkor nem csak te leszel boldog, hanem mások is azok lesznek körülötted. És mondjuk egy friss párkapcsolatban nagyon érdekes az, hogy mindenki a maga módján, mind a két résztvevő szeretne boldog lenni, és azt csak később teszik föl, hogy hogyan lehetne a másikat boldoggá tenni első körben és abból következzék az én boldogságom. Tehát mivel az ember elkerülhetetlenül társas lény, ha egy szúnyog a társad, akkor az, ha egy kutya, akkor az, ha egy másik ember, akkor meg az. Tehát mindenképpen társas lények vagyunk. Miért ne a társ legyen először boldog? És azon keresztül valósuljék meg az én boldogságom is. Ha így közelíted meg, akkor lehet, hogy hamarabb célt érsz. Április óta foglalkoztat egy kérdés, és most, hogy ilyen kérdés-válaszok témakörnél tartunk éppen, úgy látom, hogy ez, ez aktuális. Megkérdeznem, vagy föltennem azt a kérdést, hogy, hogy meddig várjam a választ, mert hogy a kérdéshez ugye mindig oda szegődik a válasz, és hogyha ott marad mellette, akkor az a válasz. De honnan tudjam, hogy az a, hogy veszem észre, hogy az a jó válasz, és nem az én elmémnek a szüleménye, amit én erőszakkal ott tartok mellette. Nagyon fontos, hogy ezt az erőt, az akarat erőt, a reményt, a félelmet, azt tessék kivenni onnan, hogy magától maradjon mellette. Tehát, hogy te azt ne erőszakkal tartsd ott, összeszorított ököllel, foggal, hanem mindenféle mentális erőfeszítés nélkül hagyod jönni, menni a gondolatokat. Hagyod megjelenni és eltűnni a válasz lehetőségeket. Így kell tenni. És nem pedig, most ezt akarom, most ezt akarom, megkaptam, maradjon itt, és a többi. Tedd fel a kérdést teljes nyíltsággal, és vállald be azt a kockázatot, hogy a válasz szabadon jön és megy, megjelenik és eltűnik. És úgy, hogy pont ezt az erőfeszítést nem fejtett ki. Úgy maradjon mellette a válasz. És nézd meg, meg tudod győzni a párodat erővel, hogy szeressen? Ugye, hogy nem? Tehát teljesen más az emberi vonzás, sokkal kölcsönösebb, valahol sokkal misztikusabb, és főleg a ki nem mondott dolgokon múlik, aztán ki kell mondani dolgokat egy idő után. De ugyanez, amikor megkérdezel valamit belül, és várod a választ rá, légy teljesen nyílt és őszinte önmagadhoz, különben egy torz és erőfeszítésbe kimarjult választ kapsz. Tehát ne tégy erőszakot rajta. Hát rége volt egy beszélgetésem egy lelkészszer, és azt hoztam fel neki, hogy gondolkozzon azon, hogy azt mondják, hogy lelki pásztor, lényegében az emberek lelkére kéne hasonló a prédikálás, meg mindaz, amit ők cselekednek. Aztán ezekben, hogyha az embernek a, a lelki világa megsérül, jönnek a testi fájdalmak. Ezeket nehéz leküzdeni, szóval sokszor elmegy az ember az orvoshoz, mert ez fájva, az fe, És a végén kiderül, hogy Innen jön bentről az egész mindenség. És erre mi volna a gyógyszer? A gyógyszer az, hogy megemeljük a test és a lélek energiaszintjét ahhoz, hogy felébreszük magunkban az öngyógyítás és a belátás képességét. Tehát a tudat képes az öntisztulásra a test korlátok között képes az öngyógyításra. És ahhoz hasonló, mint amikor beletesszük a szennyest a mosógépbe, ráengedjük a vizet, beletesszük a mosószert, de ha nem pörgetem meg, nem mosódik ki. Tehát amikor meditálunk és tartózkodunk a felesleges gondolkodástól, beszédtől, cselekedetektől, akkor a pillanatban való jelenlét az, hogy nem tagolom szét magamat múltra jelenre, jövőre, jóra, rosszra, és akarva, nem akarva, szétaprózom az erőfeszítéseimet, a pillanatban való tiszta jelenlét emeli a tudat, a lélek a test energiaszintjét. Ezt mindenki, aki csak egy napot gyakorolt, aki eljön holnap, vagy holnap után tapasztalni fogja, hogy frissebben megy haza úgy, hogy a teste fáradtabb lesz. Akik a templomban eleget gyakoroltak, azok tudják, hogy a plusz erőfeszítés azért éri meg, mert ezeket a képességeket, amelyek látensen mindenkiben megvannak, a felszínre hozza és aktiválja. Úgyhogy önmagunk pásztorai vagyunk. Önmagunk doktorai vagyunk. Mi betegítjük meg magunkat, és mi is gyógyíthatjuk meg egy bizonyos határig, mert minden, ami megszületik, az elmúlik. Minden test, ami egyszer csak megszületik, felnő, egyszer csak megbetegszik és távozik. Ez az életrendje, ez az élet és halál körforgása, és senki felelős módon nem mondhatja azt, hogy ezt fölül lehet írni. A hozzávaló viszony az nagyon nem mindegy. Mennyire vagyunk tudatosak, energikusak, letisztultak, ehhez képest tudjuk azt látni, hogy. Na most éppen megbetegíteném magamat, mert ilyen és ilyen érzelmeket táplálok, vagy gondolatokat, de ettől most tartózkodom, és ezért nem teszem. Vagy másokat betegítenék meg szóval, tettel, gondolattal és érzelemmel, de ezt nem teszem. Nem veszem el az energiájukat, tisztán hagyom a tudatukat, és ezért az egészségüket segítem. Tehát akkor, amikor jó nagyot pördül az a mosógép dob. Akkor tisztul a ruha, ha minden hozzávaló benne van. Ha csak a szennyes van benne, és nincs víz, nincs mosószer, akkor akármennyit pörgetem, nem fog megtisztulni. Magyarul, ha az ember csak az egyéni saját gondolkodását pörgeti, pörgeti, de nincs bölcsesség hozzá, akkor a tisztítószer és a víz hiányzik. És akkor pörgethetem, ameddig akarom. Ugyanígy, aki nagy mosószergyáros, az tudja, hogy vízbe kell tenni azt a mosószert, hogy oldódjon. Tehát van, lehet itt nagyon szép bölcsességeket tanítani, de ha az nem kerül az élethelyzetbe, ha az nem találkozik az ember lelkével, akkor haszontalanul ott áll a dobozban, mert nem tettem bele az élet kerekébe, és a nagy dobban nem tisztítottam vele ki azt a karmát, amely már régóta arra vár, hogy letisztuljon. Nagy felelősség magának, az embernek a tudatosodás. Hiszen utána nem tudom meg nem történté tenni a tapasztalatomat. Azzal mindig szembe kell nézni. Úgyhogy ezért javaslom mindenkinek, hogy az energiáját fordítsa befelé a lelki gyakorlatnál, a meditációnál, és nézze meg, hogy hogy működünk belül mi, mint lelkek, mint emberek. És ezt a működést tisztázzuk le. Lássuk azt, hogy a test, a lélek, a szó, a tett, a gondolat, az érzelmek hová mennek, milyen irányt követnek, mi a következménye mindennek. És akkor dönthetünk afelől, hogy egészségesen élünk, vagy nem. Hogy másokat is segítünk az egészséghez, vagy sem. Úgyhogy ezt a felelősséget a szabadsággal kell párosítanunk, és akkor van egyensúlyban. Tehát egy szellemi szabadságfokot, egy letisztult tudatot el kell érnünk ahhoz, hogy helyesen vállaljunk felelősséget magunkért és másokért. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi van, hogyha nem egy letisztult tudattal vállalunk felelősséget. És erre van is egy példa, egy harmadik Richard, aki mondjuk ő eldöntötte, hogy ember lesz, de vannak, akik úgy gondolják, hogy ez most jó. Viszont van a Hamlet, aki meg nem vállal felelősséget, azt se tudja, letisztult tudat. És most harmadik Richardnek Hamlet után vagyok én, akinek vannak megérzései és félelmei, és a puding próbája az evés. Az hogyan döntsem el, hogy egy, egy megérzés érdemes utána menni, hogy Kipróbáljam, ha irracionális is, vagy nem. Ha ehhez keresel támpontot, helyezkedj bele egy szabadon választott Shakespeare karakter lelkébe. Ugyanis eddig is ezt tetted. De nézd meg, hogy az, amit akarsz, az, ami benned racionálisan vagy irracionálisan működik, az melyik Shakespeare drámába illik. Melyik karakterrel azonos. És ekkor már látod a környezetét. Komolyra fordítva a szót, Minél többet gondolkodunk, annál többet kételkedünk egy ilyen esetben. Tehát állítsd le a tudatot, és hogyha megállt és nem mozdult, akkor lát. Hogyha hullámzik a tó felszíne, akkor nem látsz a vízen semmit, csak a hullámokat és ilyen tört kis képdarabokat jó esetben. Ha a tó felszíne mozdulatlan, akkor minden, ami fölötte van, a fűszfától a nagy kék égig, és a felhőkig minden jól látszik. És ehhez a kérdéshez pontosan az kell, hogy a tudat megszűnjön gondolkodni. És akkor a tiszta, tükörszerű, mozdulatlan tudatban minden látszik. Az ok és okozat fölfedi a kapcsolatrendszerét. És nem kell akkor kategorizálni, hogy jó vagy rossz, racionális vagy irracionális, tudom vagy nem tudom. Látom azt a maga ilyenségében. Gyógyu Zemmestert egyszer megkérdezték, miért ment Bóti Darma Kínába? Gyógyu így válaszolt, Ciprusfa az udvaron. Mi az, amivel lebetegítem magam, vagy a környezetemet? Hitetlenséggel. Elhiszed, hogy az ég kék, amikor látod? Érzed a szél fúvását az arcodon? Azt elhiszed? És amikor ugyanilyen tisztessággal látod a saját gondolatadért és érzelmeidet, azt is elhiszed? Amikor elhiszed, akkor azonosulsz vele? Ez a baj. Ettől betegszünk meg. Tehát a hit a zenben nem azt jelenti, hogy megfogtam és azonosultam vele. Csak úgy látom, ahogy van. Meddig látom az eget kéknek? Ameddig nem felhősödik addig. Ha ragaszkodom a formához, ragaszkodom egy gondolat vagy érzelem csoporthoz, akkor legátoltam magam, nézd meg, ha ragaszkodom a bothoz, és inni szeretnék, nagyon nehéz lenne. Először el kell engedni a botot, megfogni a poharat, és akkor. És hogyha az ember ragaszkodik a dolgokhoz, mert elhitte és azonosult vele, azzal meg tud betegedni. Szét tudja aggódni magát rengeteg negatív érzel, ami így, mint a fekete lyuk szívja be az energiádat, azonosulsz vele, mert elhitted, hogy ez te vagy, és kész. Olyan gyorsan kimerülsz, hogy ez borzasztó. És akkor még az álmok sem tudnak enyhet hozni. Mert amit nem oldottál meg magadban, azzal álmodsz éjszaka. És még több energiát vesztesz. És akkor kell egy nagyon komoly tudati tisztító gyakorlat, berakod a karmádat a mosógépbe, ráöntöd a darma vizét, és a zen mosószerét, és megpörgeted. És akkor ki tudod pörgetni a lélekből azt, amivel feleslegesen azonosult, és legyártott egy hamis önképet, hamis világképet, hamis emberképet. És mivel energiát tesz ebbe a hamis illuzórikus világképbe, emberképbe és önképbe, ezért veszít, mert onnan nem kapja vissza. A valóságból visszakapja. Onnan visszaforgatható. Tehát a betegség és egészség, ahogy az előző kérdésre válaszolva elmondtam, energiaállapot kérdése. Viszont ha a tudat nem tiszta, ha az energiához tartozó információ nem helyes, nem tartható meg a magas szintű energiaállapot, elveszítjük. Tehát ahol energia van, ott van információ is, és ezért a tudatosság az egészségnek az őrzője. Élethelyzetre feltett mi ez kérdésre? Válasz álomban jöhet? Jöhet, csak ébredjünk fel. Ez csak félig vicc, hogyha az ébredés után is megmarad, akkor az álomban kaptunk egy olyasmit, ami addig az érzékszervi érzelmi és gondolati gátak miatt éber állapotban nem jöhetett el hozzánk. Az álomállapot többféle lehet, hogyha nem épp a töltött káposzta tuladagolás miatt rohangálunk bikák elől álmunkban, akkor esetleg a tudat közölhet valami finomabbat is. Tehát nagyon fontos az, hogy meglásd, hogy az álom is honnan jön a zen nem végeztet különösebb álomgyakorlatot, hanem azt mondja, hogy ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, éberen és álomban, testen kívül és testben egyaránt mi ez? Tehát, hogyha a tudat letisztul, akkor az összes ilyen állapotban tiszta marad, mint a tér, mint a tükör. És akkor álomban bejöhetnek ilyen nagyon autentikusnak tűnő válaszok, amik belül rezdülnek, rezonálnak, szervülnek. És akkor azt át lehet helyezni a tapasztalatba, de óvatosan. Látni kell a tapasztalatszerzés során, hogy az érvényese, vagy sem. Nem kételkedés útján látjuk, belátás útján látjuk. Jó, tehát nem elemezzük az álmot, nem kell feldolgozni, látni kell a jelentését. Látni kell, hogy az honnan jön és hová megy. És általában az üzenetértékű álmok azok az élet különböző csomópontjain jelennek meg. Csak úgy nem fricskázza a tudattalanod föl a felszínre, mert nincs rá szükséged. Amikor az élet válságos helyzeteiben komoly kérdések merülnek föl, akkor a tudatban megnyílik a tér, és akkor az álom följön, és el is tudod fogadni. Addig nem. És a megvalósítás során derül ki, hogy nem csak valami illuzórikus, önfelmentő átmeneti gyógyírt, enyhülést jelentő dolgot kaptál, hanem valami olyasmit, ami szilárd, ami tiszta, amire lehet számítani, amit ha megvalósítasz, javul az életminőséged, és segíthetsz másoknak is az életminőségét javítani. Tehát ezek azok a paraméterek, amelyek végül is eldöntik, hogy jót álmodtál-e, vagy rosszat álmodtál. Fel lehet -e készülni az elmúlásra és arra a pillanatra? Tehát lehet -e? gyakorolni, tudatilag fejlődni, hogy amikor eljön, akkor Persze. gondolom, hogy egyszerűbb, vagy könnyebb legyen. Persze. Mert. Egyetlen egy úton, hogy ezt a pillanatot, ezt az életet százszázalékosan éljük. Az a pillanat, amit remélünk, vagy félünk, tudunk, vagy nem tudunk, és ez a pillanat nem különbözik. Ha ebben a pillanatban tudatosak, tiszták vagyunk, félelem, remény és egyéb dualitástól mentes tudattal, és ezt gyakoroljuk, akkor amikor itt kell hagyni ezt a testet, akkor már megszoktuk ezt a tudatformát, és ezzel megyünk tovább. De ne féljünk attól, amiről egy, nem tudom, hogy mikor jön el, nem tudom, hogy hogyan jön el, hanem pontosan azt a nem tudhatót tapasztaljuk, amely igazi önvalónk amelyben nem különül el élet és halál, jövő, múlt és jelen. Tehát ezt a pillanatot kell tisztán, tudatosan, egységesen élni, és akkor az a pillanat, amely nem különbözik ettől, az se lesz gond. Jó, szívesen. Hogyha tudod, hogy ki kérdez benned, akkor én megmondom a választ erre. Ki kérdezi? Az elmét kérdezi. Mi látja az elmédet? Szeretettel várlak holnap a meditációs instrukciókra. Egyéb kérdés? Mondja. Van egy ilyen mondás, hogy mindent mértékkel. És hogy van egy olyan véleményem, hogy szép a szerzetes élet, és, vagyis hogy nem jó és rossz. De voltál szerzetes? Nem. Hát honnan tudod akkor? Na mondja tovább. a véleményedet szeretném kérdezni, hogy... Miről? Hogy lehet így élni, hogy mindent mértékkel. Mindenki lássa meg, hogy miért született ide. Mi a dolga? És hogyha tud abban hinni, amit csinál, ha látja, hogy így belül is, kívül is hasznos, akkor élje azt. Tehát mindent mértékkel, ez egy nagyon jó mondás. Boldogult apám, is ezt mondta, Tud fiam, hogy hol az elég. És azt is mondta, tud film, hogy mi a legfontosabb. És a harmadik nagy mondata az hogy amit csinálsz, csináld a legjobban. Most ez a három összeállt valami esmivé? Meg kérlek beszélni arról, hogy a, én ugye itthon gyakran találkozom a, azzal a, a, nem mondanám nyitélkezésnek, inkább a minősítéssel, hogy a, ebben a kultúrában székelyföldre születik az ember, és akkor elkezd keleti dolgokkal foglalkozni, és hogy a szinte árulónak minősül. Tehát akikkel együtt gyakorlunk, látom azt is, hogy sokszor titokban vannak emberek, akik nem merik fölvállalni. Uh -huh. hogy, hogy valahol erről beszélnék kérlek? Igen. Úgy kéne tudomásul venni a keleti kultúrát, nem csak a zent, hanem minden mást, ami idegen vallásbéli, ugye? hogy nem az identitásodat, a nemzeti hovatartozásodat és az így vállalt felelősségedet sérti, hanem azt meghaladva egy olyan nézőpontot szolgáltat, egy olyasféle lelki tudati tisztaságot tesz lehetővé, amitől te jobb magyar, jobb székely, jobb leány, jobb családapa, családanya és egyéb leszel. Tehát a egy nem egy újabb identitást hoz, hanem a meglévő identitás Letisztítását, jobb működését. Az, hogy egy ilyen öltözetet látsz a színpadon, az egy munkakörülmény, mert ez a munkaruhám, én ebben dolgozom. Ez nem azt jelenti, hogy bárkit arra sarkalnék, hogy szerzetes életet éljen. Nem ez a dolgom. Akiben ez van, az úgyis kijön, és úgyis így kell élnie, ha mondom, ha nem. Tehát a meditáció nem a meglévő egyéni, családi, nemzeti identitást alakítja át, változtatja meg, sérti vagy árulja el. Akik félnek, azok így gondolkodnak. Amikor ilyen ítéletalkotással találkozol, semmiféle önvédelmi mechanizmusra nincsen szükség, csak meg kell kérdezni, hogy valójában mitől félsz? Esetleg nem vagy biztos önmagadban? Miért függsz a másiktól ilyen szinten? Ha te biztos vagy önmagadban, akkor a világ csinálhat akármit, te akkor is az vagy, aki. Ilyenkor azt kell látni, hogy a zen egy olyasféle tiszta, tudati nézőpontot, stabil reflexiót ad, amelytől az ember jobban fog működni. Mert látja azt, hogy azt az énséget, azt az önazonosságot, amit fölvett, azt hogyan működtetheti helyesen, hogy mitől az ő aki, és hogyan segíthet másoknak ezzel a felvett identitással, mert felvesszük. Még ha nem is emlékszünk a születésre és a fogantatásra, akkor is felvettük ezt a testet. Emlékezhetsz a neveltetésedre, ahogy hallottuk a bevezetőben, de azt is tudod, hogy az iskolák, a tanulás, a tanítók, tanítványok miatt lettél te az aki. És az identitásunknak számos egyéb ilyen oldala van. Nem az identitással van a baj, hanem azzal, ha nem látjuk, hogy az miből épül föl és hogyan működik. Hogyan változtatható és hogyan tartható meg. Hogy... Ilyenkor az odafordulással, a belátással és az együttérzéssel tudsz segíteni annak az embernek, aki a bizonytalansága, félelme, önbizalom hiánya miatt ilyen ítéletekre ragadtatja magát. A horkolással kapcsolatosan uh, valami... Horkolás, hallottam? Tessék? Mivel kapcsolatban? Horkolás. Horkolás, akkor Igen, tényleg jól előről előről uh, Valamit uh, Valami módszer van-e? Van. A jobb oldalunkra fekszünk elalvás előtt, ezt a jogában úgy hívják, hogy oroszlántartás. És ez egy kicsit felhúzott láb, uh, ide a fej alá tett könyök, esetleg kispárna, és ekkor elalvás előtt az ember izomtónusa úgy alakul át, hogy ez a nyelvcsap itt nem esik hátra, mert attól kezdünk el horkolni, főleg hanyat, de van, aki hason is tudja, ilyet is láttam már. De mint a gőzfűrész. Tehát az, hogy egy szerzetesi társadalomban hányféle horkolás van, azt le se tudom írni. Én Oldalvás sajnos, horkolni, odalt, odalt hason horkolni, horkolni, nappal horkolni, éjszaka horkolni, alvás közben horkolni, darmabeszéd közben horkolni, munka közben horkolni, konyhán horkolni, darmateremben horkolni, buszon horkolni, villamoson horkolni, mindenhol tud horkolni, mert alszik. Ez azért fontos, mert mielőtt elaludnánk, rendezzük el testünket egy olyan állapotba, amelyben kevésbé fog horkolni. Ez azért fontos, mert ha lefekszünk a jobb oldalunkra, szívműködést nem, be, ne, nem, befolyásolja, nagyon sokszor lelassul a véráram, oxigén hiány, és a test, mint hogyha kiütötték volna, egy túlságosan elernyed. Tehát fogja magát az ember, és egy picit éberen, nagyon, tehát nem tudunk igazából a jobb oldalon fekve elaludni, de éberen megfigyeljük a testet és akkor egy mély soha után felvesszük a szokásos alvó testtartást, nem a hanyat fekvőt, akkor agyonvágtuk vágtuk az egészet, hanem valami mást. A másik pedig az, hogy hát ha lehet a nehéz vacsoráktól és a nehéz tévéfilmektől tartózkodjunk elalvás előtt, mert az is eléggé horkantja az embert. Jó? És hogyha az izomtónus kicsikét össze van szedve elalvás előtt, akkor kevésbé valószínű, hogy ezt Elkövetjük. De hát előbb-utóbb vagy a nagylábúját megtekerik az embernek, vagy áthengerítik a másik oldalára, ugye? Jó feleség fontos ilyenkor, és akkor, akkor lehet ezt kezelni. Nálunk a, az elvonulásokon külön ki kell tölt egy horkol, vagy nem, és akkor kap ilyen, ilyen kisebb szobát, vagy ilyen kisebb helységet és a legszebb az, amikor két horkolósat összefektetünk egy, egy helységre, akkor lehet, hogy elmegy az ember este tízkor az ablak alatt, és versenyt horkolnak. Az első verseny akkor alakul ki, amikor el kell aludni, mert itt is az a szabály, hogy aki először elalszik, az nyer. De képzeljük el ezt egy 110 fős ilyen fiatal szerzetesi tréningnél, hogy kilenckor eldúran a pizsama, és egyébként nem pizsamában alszik, csak fellövik, és a három órás kelésig ki kell pihennie magát az embernek. Ha nem, akkor vesztett. És innentől kezdve, aki először elalszik, az nyer. Azt szeretném megkérdezni, hogy így elzárkozásban élnek a szerzetesek? Jaj, azok nem, az más. A remeték érnek elzárkózva. A szerzetesek így emberi társadalomnak megadott helyén élnek. Na most, ha ezek után még maradt a kérdésbű valami, akkor meghallgatom szívesen. Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy milyen orvoslást használnak a buddhizmusban? Tiszta vízzel való mosdózást minden első nap. nagy tisztulás, de külön ilyen nagy gyógyító ö, praktika az nincs. Tehát mi is elmegyünk orvoshoz, ha betegek vagyunk. De amit az előbb mondtam, hogy ha a tudat tiszta, ha a lélek erős, akkor nem betegíti meg magát az ember. Tehát látni kell, hogy van a testnek a problémája, hogyha tényleg magamra toltam a talicskát, akkor el kell menni a traumatológushoz, sebészhez, kórházba. És ezek azok a problémák, amiket úgy áttételesen idézett elő a lélek. Miért? Mert nem volt jelen. Tehát nem volt jelen, lelépett a járdáról, és átment rajta a villamos. De vannak az úgynevezett pszichoszomatikus vagy közvetlen okságú betegségek, annyit aggódom, hogy gyomorfekélyen van. És akkor ezeket megelőzi a helyes meditáció, mert nem teszünk energiát ezekbe a negatívumokba, ön és más pusztító érzelmekbe és gondolatokba, megtanulunk kiszállni belőlük, megtanuljuk az energiát kivonni belőlük, és megtartani a nem mozduló tiszta jelenlétben. Na, ez az az eredeti gyógymód, amit minden meditátor elsajátíthat és gyakorolhat, mert ez nem csak a szellemi immunrendszert erősíti, hanem a fizikait is. Úgyhogy, úgyhogy, nem, nem ígér soha se csodát a zen, mert ahogy mondtam, felnőtt műfaj, és nem osztogat különböző amuletteket, meg ilyeneket. Az viszont biztos, hogy ha az ember meditációval foglalkozik, a lelkének a tisztasága és így a tudat öntisztuló képessége megmutatkozik, növekszik és így a szervezet öngyógyító képessége is növekszik, mert nem méri magára azokat a csapásokat, amelyeket tehetetlenségből, átlátatlanságból, megszokásból mi nap, mint nap elkövetünk. És a meditációval be lehet látni azt, hogy ezt nem szükséges elkövetnünk, hogy van választási lehetőségünk, hogy gondolkodhatunk másképp, érezhetünk másképp úgy, hogy mi tényleg eközben önmagunk maradunk. Igazi önmagunk maradunk. De akkor nem áll az, hogy megszületünk, felnövünk, betegség és elmenni. De hát akkor úgy is áll? Tehát... Úgy is áll. Úgy is áll, hogy közben az emberiségesen él lelkileg, mert egyszer a szervezet azt mondja, hogy te akármit csinálsz, én akkor is elmentem. Miért? Nézd meg. Van egy tűztípusú lélek. A lélek abban a tűzben él, hogy lásson, halljon, tapincson, szagoljon. Érezzen, gondolkodjon, beszéljen, cselekedjen. Ez az érzékelés tüze. És ez a lélek benne van egy víztípusú testben, 66-70%-unk víz, ki mennyit volt aznap. Tehát egy víztípusú test, ha nem iszik elég vizet az ember nap mint nap, pillanatok alatt dehidrálódik, és az átlagnál egy 3-4 napos vízhiány visszafordíthatatlan károsodásokat okoz tűztípusú lélek, víztípusú test. Ez az együttélés nem tartós. Mert előbb-utóbb a tűz kiüti a vizet. Azt értem, és hogy az elmúlás be kell következzen, de a betegség akkor ott köztesen nem törvényszerű. Törvényszerű, de azért mondjuk oda, nehogy azt hidd, hogy tökéletes egészséget és betegségmentes életet tudsz varázsolni magadnak az en meditációval, és ugye ez az életből kvázi nélkülözhető. Ott lesz ott lesz, amikor már az energia nem elég erős ahhoz, hogy fenntartsa ezt az állapotot, akkor lejjebb megy, immunrendszer már nem működik olyan jól, és akkor pif kapja jobbról balról. Ugyanúgy a szenvedésről is? Persze, ugyanúgy, ahogy a szenvedésről is. A buddha azzal kezdte, hogyha ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. a útra, vagy virágfűzés ez annyira egylépéses volt, hogy ezt az aszkétatársai sem értették, sőt az első tanítványi generáció sem értette. Akkor visszalépett egy lépést, és a Lótusz útrával kezdett, amely a négy nemes igazságot és az ahhoz fűződő tanításokat tartalmazza. Ez pedig a szenvedés tényéről beszélt. Hogy mulandóak, kielégületlenek, és függők vagyunk. Mi, mint emberek. Ennek a szenvedésnek van oka, van megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. Ez a négy nemes igazság. És azért kellett ezzel kezdenie, mert a szenvedés ténye minden felnőttnek nyilvánvaló. Gyereknek is csak lassabban és részterületenként. A szenvedés oka már kevesebb embernek nyilvánvaló, és nagyon kevésnek a megszüntetése, és még kevesebbnek a megszüntetés útja. Tehát ha az elsőt elismerjük, és előbb-utóbb elismerjük, akkor rányíthatunk az okára, ha elég őszinte vagy, meglátod az okát. És utána talán tovább akarunk lépni a megszüntetése felé, és akkor végigjárjuk az útját. A buddha az embereket az égő házban játszó kisgyerekekhez hasonlította, akik a játékaikkal annyira el vannak foglalva, vagy nem veszik észre, hogy ég a ház, és nem mennek ki onnan. De ha megnézed a mostani információ nagyon gyorsan, nagyon gyorsan elérhet hozzád a keletnek bármely tana, magyarul ott van a hívó szó, gyere csak ki innen, tapasztalj valami mást, mint öregséget, betegséget, halált. Nyugodtan, legyél, legyél boldog, szabadulj meg a szenvedéstől. Viszont a megszokás, az újtól való félelem, az azonosulások, az eddig felépített önkép és világkép annyira erős, hogy kimész a házból, hideg van, ismeretlen a hely, és visszamegy az égőházba. Tehát ezért fontos az, hogy a maga teljességében lássuk az életet. Van, akinek olyan karmája van, hogy nagyon sokszor beteg a test, van, akinek olyan a karmája, hogy szinte soha, de akkor is a test ki fog menni alóla, hogyha egy békés pillanatban távozik. Most két kérdésem volna egybe. Úgy drágább, azt tudod. Hogy? Még? Mi a véleményed az energiagyógyászatról? Illetve van egy másik kérdésem. Azt majd akkor, amikor az elsőt megválaszol. Energiagyógyászat nem rossz és nem jó. Csak ahogy az előbb említettem, az energiához információ elkerülhetetlenül tartozik. Tehát, hogyha a lélekben az adott karma, az adott információ, ami a problémát okozza, az nincs feloldva, akkor energiával te hiába emeled föl, hiába okozol neki akár jó érzést, átmeneti gyógyulást, ha a kiváltó okot nem oldotta föl, újra fogja termelni a betegséget. És az energiagyógyászattal semmi baj és csak nagyon ritkán mutat rá a karmikus gyökerére a betegségnek, és még kevésbé van fölkészülve arra, hogy a pacienst elvezesse, vagy megmutassa az utat ezen gyökérok feloldásához. Ez már egy önálló munka. Na most nagyon ritkán tapasztalod azt, hogy a, az orvos azt mondaná, hogy most energetikával te kaptál egy 60%-os kezelést, a további 40-et neked kell meditatív úton hozzátenni ahhoz, hogy a gyógyulás tartós legyen. Ezt nem így hallod legtöbbször. Mint minden, ennek is megvannak a határai, a határokon belül működik, a határokon túl már nem. Egy ideig ott marad a hatás, és hogyha karmikusan újra termeli, akkor újra beteg lesz. Nem lenne korrekt. Azért nem. Tüneti kezelést nem adunk. Nem fogom abba a hitbe ringatni, hogy én meg energiagyógyászat a megvilágosodás útja. Nem kívülről kell kapni az energiát, hanem az utat. Megmutatni és együtt járni, hogy benned ébredjen fel az, az az energia, hogy te találd meg azt az energiaforrást, amitől ez a feltételek között érvényesülő öngyógyítási és öntisztulási képesség megmutatkozhat. Különben állandóan egy külső faktortól, nevezetesen az energiadoktortól függenél. És mi ezt a függő viszonyt nem állítjuk föl. Úgyhogy, ha ezen az úton jársz, akkor felébred benned ez a képesség, és mindaddig működik, amíg te azt működteted. Ezzel segítesz másoknak és magadnak egyaránt. Beszéltél arról, hogy uh, vannak emberek, akiknek szükséges a még több szenvedés, és én azt tapasztalom, hogy... Uh, a, a, gyakorlás, mint olyan, az így, így, hullámzik. Tehát, hogy egy ideig gyakorol az ember, aztán á, anyag lesz, nem gyakorol, akkor pedig kap egy-két pofot, aztán akkor megint leül és gyakorol, és hogy hogy lehet fenntartani a gyakorlást akkor is, amikor esetleg nincsen semmiféle külső motiváció, ami, ami ezt, ezt, ezt fenntartani, szenvedést. Kocsmába hogy... kell járni hogyha esetleg problémád lenne ezzel, hogy gyakoroljál, menjél kocsmába, és amit ott látsz, hallasz, szagolsz, esetleg tapintasz, meg ízlesz, az biztos, hogy elég motiváló erő lesz. Ha még az, akkor rúgjál be. Csak akkor mondd meg, hogy már nem fogok magamról tudni, de vigyél haza talicskába. És akkor reggel fölébredsz, mert kiborítottak oda az ajtó elé, ha még úgyse, akkor már nem tudom, mi kell. Hozd magad helyzetbe. Légy egy olyan környezetben, ami fölébreszt. Gyakorolni, muszáj gyakorolni. Nem, muszáj. és ez a muszáj miatt nem lesz gyakorlás soha is. Valakinek Ki mondta, hogy muszáj? Gyakorolni. Azt mondtuk, hogy muszáj. lehet. Azt Igen. mondtuk, hogy lehet, és nem a gyakorlás hullámzik, te hullámzol. Nincs kényszer. Fogd föl! A lehetőséget adjuk meg, ha valaki akarja, csinálja, ha nem, menjen Isten hírével. Nem más, így saját maga az ember, hogy na, muszáj gyakorolni, is. muszáj, és, ilyen és gyakorlatilag nem gyakorolsz, mert... Te ne, te ne neveljék ki egy rendőrjárőrt magadban. Igen, igen. <laughs> az nem zen. Lásd meg, hogy akarsz-e gyakorolni, és ha igen, akkor azt az egy gramnyi akaratot használt ki. Van egy ilyen, ilyen görcs, hogy egy ilyen ragaszkodásra, a gyakorlás irányába, de nem jó. És esetleg a kérdés, hogy van valami módszer, amivel oldjuk ezt a gyakorlás iránti Orosz hegyi túra. Orosz hegy nagyon jó hely. Több generáció együtt él, és az egy négyzetméterre eső szilvapálinkának a mennyisége elképesztő rekordokat dönt. Ott nagyon sokat lehet tanulni. Felejteni is, Vigyázzál, hogy melyiket akarod. De görcsoldónak nagyon jó. Megköszönöm mindenkinek a mai napra ezt a kitüntető figyelmet és nagyon jó jelenlétet, az udvarhelyieknek a szíves vendéglátást, és remélem azt, hogy önmagunk megtartásával a zen útját együtt járhatjuk, amely letisztultabb életet, tisztább lelket helyesebb cselekedetet eredményez, hogy együtt és külön-külön minőségi életet élhessünk, felébredjünk és segíthessünk minden lénynek. Köszönöm szépen!